Azt szerette volna apám, ami belőle hiányzott, hogy elvégezze az egyetemet és építésznek tanulni. Mert az a világ legszebb szakmája, a Jóisten gyermeke. Mert az építész a világ újrateremtésében a legközelebbi segédje a Jóistennek. Én a legmagasabb képzettség, iskolai képzettség után kötelezővé tenném, vagy legalábbis alkalmat adnék arra, hogy a műhelyben begyakorolhassa az érvényesítés lehetőségét az emberekkel, a tárgyaló képességet, a kapcsolatteremtést. Nem kreditpontos továbbképzéseket kéne rendezni, hanem a vállalkozónak a nyakába kéne akasztani a felelősséget. A felelősséget. Jogilag a felelősséget kéne ráakasztani. Csináld meg, rosszul csináld, megbüntetlek. Majd akkor utána néz, akkor megtanulja a kémény témát, megtanul mindent. Ezt nem tudjuk érvényesíteni, amikor minden épület tulajdonképpen lecsücsül a földre, és maga alá pisil, és üvegből van, és nem lehet kifűteni, és idegen, és tájidegen, egy ilyen vasbetonvázra, ezzel a high-tech módszerrel üvegpajtákat csinálunk, mert nem szól hozzám. Egy épületnek barátságosnak kell lenni. Ha ne én szóljak, ő szóljon hozzám, elmegyek Olaszországba, vagy akár Erdélybe, vagy bárhova, a környezet szól hozzám. Nem vagyok egyedül itt, ha megnézek egy ilyen úgynevezett, egymásnak készülő modern házat, az az riaszt, semmi, vadidegen. Hát olyan házak, építészetet csinálunk, miniőt, környezetet, ami számomra riasztó, hát akkor megérdemeljük. És akkor ezek szerint ma ilyennek ítéli a kortárs magyar építészetet, hogy riasztó. Meg a másik vége a szépség. A mézeskalás házakat csinálunk, hogy szép legyen. De hogy tele van hibaforrással, és már régen elmúlt fölötte az idő vasfoga, technikai értelemben, ami a gazdaságnak az összefüggéseit igazolja, az nem zavar senkit. Nálunk hagyományok vannak, a legrosszabbak, és az esztétizálás van. Az esztétika az, kérem, következmény, és nem program. 40 éves koromban, amikor láttam, hogy ezzel a garnitúrával, akik hivatalosan ki vannak nevezve partnernek, azok nagy fizetésére akadályozzák az én törekvésemet, akkor letettem a ceruzát, és elkezdtem emberépítéssel foglalkozni, az a része egy részben bejött. A miskolci mesteriskolás tanítványai valóban ma a mai magyar építészet kiválóságai. Én nagyon büszke vagyok ezekre az emberekre, akik oda csapódtak, mert ott egy légkör alakult ki. És én Miskolcon nekem az akkor alakuló műegyetemnek a fiatalságával is a remek kapcsolatom volt, tanársegédekkel, agyunktusokkal. Hol helyezi el magát itt az elmúlt évtizedek magyar építészetében, vagy a nemzetközi összefüggésben? Én egy téves útnak mondjuk vagyok az áldozata. Amit az ember szeret, azért aggódik, szigorú is, és mindent megtesz annak érdekében. Én azt hittem, hogy ide tartozom. Tehát én nekem itt nem csak érzéseim vannak, hanem kötelességeim is vannak. Szeretem a szakmát, evidencia élményt jelentett egy életen át. Nem csak az, hogy jól dolgoztam, hanem élveztem is. Tehát jó szándékkal igyekeztem megtenni mindent arra, azért, hogy alkalmasra tegyem magam a szolgálatra.